Szia! Köszöntelek a YouTube csatornámon, ahol mindig egy érdekes magyar női életutat mutatok be. Most, hogy megérkezett a tél és vele a mínuszok, szeretünk bekuckózni a meleg lakásba, finom italokat szürcsölgetni és bentről nézni, ahogy hullik a hó. Szóval, amíg mi átlag emberek ösztönösen befelé húzódunk a lakásaink biztonságos melegébe, addig Kronberger Lili alig várta, hogy beköszöntsenek a mínuszok és korcsolyát húzhasson. Kronberger Lili 1890. november 12-én született Budapesten egy zsidó családba. Járni is alig tudott még, de már úgy siklott a jégen, mint valami álom. A család számára fontos volt a sport és a sport szeretetére való nevelés, és Lili sem maradhatott ki belőle. 7 évesen beiratkozott Seybert Viktor iskolájába, akit kiváló trénernek tartottak. Az edző kezei alatt a csiszolatlan gyémánt hamarosan készen állt a versenyekre. Hihetetlen tehetség volt, és a sikerek hamar megmutatkoztak. Már a korai versenyei alkalmával a bírákat is igencsak meglepte precizitásával, mozdulatainak kecsességével és a testtartása eleganciájával. Olyannyira bájos és tehetséges kislány volt, hogy egyik versenye alkalmával a királyi udvar előtt is bemutathatta tudását. A megjelent trónörökösnek pedig leesett az álla, és nem akart hinni a szemének. Olyan nagy érdeklődéssel nézte a kis Lilit, hogy annak minden mozdulatát kétszer kellett megismételnie. 1904-ben, alig 13 évesen, már a felnőtt nőkkel versenyzett műkorcsolya számban, és csak alig néhány ponttal maradt le az első helyezésről. Még mindig csak 13 éves volt, amikor komolyabban kezdett el foglalkozni a versenyekkel. Kezdetben a férfiak ellen mérte össze a tudását, hiszen a század előn még olyan ritka volt a korcsolyázó nő, mint a fehér holló. Mármint úgy értem, hogy sok nő korcsolyázott akkoriban hobbiból, de a versenyeken nem vehettek részt. Lili azonban nem bánta, hogy a műkorcsolya igencsak maszkulin sportnak számít, így csak édesebb volt a győzelem. Első komolyabb versenye 1906-ban volt Davosban, Svájcban, ahol felállhatott a dobogó legalsó fokára. Még nem volt 18 éves, amikor 1908. januárjában Opávában, ami Csehországban található, megszerezte a világbajnokság első helyét, ezzel beírva magát a magyar sporttörténelembe. Szóval ízlegessük egy kicsit, hogy ez a kicsi lány Magyarországról mit is ért el. Ő volt az első magyar világbajnok. A vasárnapi újság tudósítója így írt Lili elképesztő sikeréről. Idézet következik. Világbajnok. Ennek a szónak hadipompája van, csörgő páncéja, dobbanó pajzsa és nehéz pallosa, lengőtollú fényes sisakja. Ha világbajnokot emlegetnek, Toldi Miklósra gondolunk, vagy Kinizsire, és ugyancsak dörzsöljük a szemünket, amikor a világbajnok díszének keretében egy fényes szemű, rózsás arcú, féli meddig gyermek lány áll előttünk. Idézet vége. A korabeli sajtó így írt róla. Idézet. Kronberger Lili kisasszony nem csak, hogy kiérdemelte a műkorcsolyázó bajnok büszke címét, hanem egyenesen hivatott egy címviselésére. Munkája tökéletes. Ez a fenomenális tehetsége megáldott lány olyan a jégen, mint egy gyönyörű költemény. Idézet vége. Viszont sajnos az életében történt egy kisebb sötét folt. 1908-ban Londonban tartották ugyanis az olimpiát, ahová nagyon várták őt, hiszen nagy esélyesnek tartották. De sajnos vissza kellett mondani a meghívást, mert a megfelelő háttér nélkül egyszerűen nem tudott felkészülni a versenyre. Hogy ez pontosan mit is jelent, sajnos a források nem részletezik. Pedig gondoljunk bele, hogy talán ő lehetett volna az első női olimpiai bajnokunk. Van még egy dolog, amivel Lili első volt. Ugye ma már elképzelhetetlen a műkorcsolya zene nélkül. Igaz, már Lili idejében is zene szólt műkorcsolya közben, de ez csak amolyan zenei aláfestés volt. Ezek a dallamok nehezek voltak, fárasztóak, és mire a sportugrások jöttek volna, már véget is értek. 1911-ben kezdett a zene fontossá válni. Ez két ember érdeme volt, természetesen Lili és az akkor 28 éves Kodály Zoltáné. A zeneszerzői szenvedélyes korcsolyázó volt, és gyakran együtt volt a jégen a sportág nagyjaival. Egy nap Kodály odament Lilihez és felvetette a bajnoknőnek, hogy mi lenne, ha a zene kifejezésére különböző figurákat alkalmazna. Lilinek nagyon tetszett ez az újítás, és a bécsi világbajnoki kürje már a zene és a mozgás szinkronjában történt. Nem kell mondanom, hogy ismét aranyéremmel távozott. A sajtó így írt a merész újításról. Idézet következik. A zenekar keringőbe kezd, melynek lágy dallamos zenéje mellett Kronberger kisasszony indul.
amikor a bajnoknőnk keresztbe font karokkal egy csodálatos spirálissal, mely plaszticitás dolgában minden elképzelhetőt felülmúlt, befejezte a programját, és akkor az egész közönség olyan tombolóan fejezte ki a tetszését, amelyhez hasonló soha életemben nem hallottam. Mozdulatainak csak a rá jellemző eleganciája és harmóniája még inkább kitűnt a zene hatására. Idézet vége. Vetélytársai is átvették ezt az újítást, és ma már elképzelhetetlennek tartjuk a műkocsaját zene nélkül. Azt már nem tudhatjuk meg, hogy még milyen sikerek várhattak volna a fiatal Lilire, mert 1911-ben 21 évesen férjhez ment Szent Györgyi Imréhez, és abba hagyta a profi sportkarrierjét. Igaz, 26 évesen még visszatért a jégre, de már nem tudta felvenni a versenyt az új, friss tehetségekkel. 1974-ben 84 évesen hunyt el Budapesten. Köszönöm, hogy megnézted a videómat! Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra! Sziasztok!